Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Folytatjuk a bevezetés a programozásba tárgyat, és elkezdjük az utolsó nagy témakörünket a fél évben, ez pedig a memóriakezelés lesz. Nagyon-nagyon sok alapfogalommal fogunk ismét itt is megismerkedni. Vektorok, pointerek, tömbök, free store, különböző memóriarészek, sok teendőnk van. Így ez egy viszonylag hosszú blokk lesz. Alapvetően a könyvbe, illetve a tematikában ez három fejezet, illetve három nagy rész. Igyekszem 3 hét alatt elmondani, de hát nem kizárt, hogy kicsit csúszni fog a dolog. Meglátjuk majd, ahogy sikerül. Ugye az alapokkal már nagy részt tisztában vagytok, pontosabban azokat átnéztük, nyilván azt még meg kell tanulni, illetve be is kell gyakorolni. És akkor ez már egy picit túlmutat az alapokon, de azért még mindig csak egy ilyen bevezető témakör. Jó, úgyhogy ez lesz az utolsó nagy témánk, ezzel fogunk megismerkedni. A szokott módon egy előadással vezetném fel a témát, itt is van. Jó, tehát ott látjátok 17-es fejezet, a könyvbe ugrottunk egy kicsit, átugrottunk olyan, hát emlékeim szerint 5 fejezetet, ugyanis ez az 5 fejezet, amit átugrottunk, objektumorientált programozásról szól, és ez majd a későbbi tanulmányaitok során lesz. Most igazából az még nem igazán aktuális. Jó lenne róla beszélni, de nem igazán van rá idő. Ebbe a 13-14 hétbe, ami a szorgalmi időszak, sajnos már nem fér bele. Majd akkor prog 1-en vagy prog 2-n szót ejtünk róla. Oké, szóval, amit itt meg fogunk csinálni, az egyrészt megismerkedünk egy csomó memóriakezelési fogalommal. Ahogy mondtam, korábban is még továbbra is programozási alapokat nézegetünk, tehát továbbra se C++-t tanuljuk, jó, ez nagyon fontos, hanem programozási alapfogalmakat és programozási módszereket, megközelítéseket nézegetünk, illetve ezeket tanulgatjuk, és ezekre nézünk példákat, illetve valós világban is hasznosítható eszközöket. Amilyen fogalmakat fogunk, hogy pointerek, meg memory, meg free store, meg ilyesmi, ezeket mind-mind egy példán keresztül fogjuk megnézni, illetve bemutatni, és ez a példa pedig az lesz, hogy meg fogjuk írni nagyjából a vektor adatszerkezetet. Jó? Ez a tematikának is része, egyébként kell beszélnünk adatszerkezetekről, illetve a hozzájuk kapcsolódó algoritmusokról valamelyest. Nyilván itt azért ezt nagyon-nagyon hosszasan lehetne ecsetelni. Adatszerkezetekről, algoritmusokról tényleg elképesztően vastag és nagyon-nagyon részletes könyvek szólnak. Itt most ez azért nem cél. Későbbiekben fogtok erről tanulni, én biztos vagyok, szerintem sok tárgyatok lesz, ahol ez majd előjön, hogy hogyan érdemes ezeket kezelni, mik a hatékonyak, de ez most még nem igazán aktuális itt. Szóval tényleg alapvetően az lenne a cél, hogy az alapvető memóriakezelést megnézzük, és az, hogy nézzünk rá egy jó kis példát, és ez a jó kis példa nekünk most a vektor adatszerkezet lesz, hiszen ott nagyon sok minden előjön. És akkor hogyan is néz ki ez a három blokk? Nagyjából így látjátok a tartalmat, tehát ez lesz a következő három előadásnak a tartalma, és itt kiemeltem azt, amit a mai napon fogunk megnézni. Picit ránézünk még egyszer a vektorra, hogy hogyan is néz ki, csak tényleg úgy nagy vonalakba. És ugye az lesz a kérdés itt főként, hogy hogyan is van ez implementálva, hogyan implementálták ezt a vektort. Nagyon-nagyon fog hasonlítani a mi általunk készített vektor ahhoz, ami a standard library-be benne van, tehát amit a C++-hoz úgymond mellékelnek, viszont ott azért van nagyon sok olyan dolog, amit hát nem biztos, hogy olyan izgalmas és érdekes lenne most itt nekünk megnézni és implementálni. Az alapdolgokat nyilván megnézzük, meg a legfontosabb dolgokat, tehát mondjuk hasraütök 90%-ban egyezni fog azzal, ami a standard library-be is van. De ott tényleg elhagyjuk azokat, most kihagyjuk, amik nem olyan érdekesek.
fogalmazhatunk így. Akkor beszélni fogunk ezekről a pointerekről, illetve a FreeStore-ról, hogy mi is ez a FreeStore, miért is érdekes a FreeStore, ez a memóriának egy része, de majd beszélünk róla, és hogy hogyan tudjuk ezt a memóriát kezelni, hogyan tudunk memóriát foglalni, hogyan tudunk ez a memória részhez hozzáférni, és akkor itt előjönnek majd kicsit a tömbök is, már ma is egy picit. Megnézzük, hogy mi ez a subscripting, ugye ez a szögletes zárójel, ugye a vektornál már használjuk, de azért ezt megnézzük. Megbeszéljük, mi az a dereferencing, hogy hogyan tudunk hozzáférni adott elemnek az értékéhez. Ezeket majd megnézzük. És aztán hogyan tudjuk felszabadítani ezt a memóriát, hiszen ha lefoglalható, akkor fel is kell nyilván szabadítani, tehát nem maradhat csak úgy ott. Erről is lesz szó, és beszélni fogunk a destruktorokról is. Ez a mai anyag alapvetően. Jó. És akkor később előjön ilyen inicializáció, másolás, mozgatás, tömbök, és akkor a tömbökkel, illetve pointerekkel kapcsolatos problémák, hogy ugye azért rávilágítok majd arra, hogy tök jók ezek a tömbök meg pointerek, de azt is meg fogom mutatni, hogy miért ne használjuk, illetve miért használjunk magas szintű programozási nyelveket a tömbök, illetve a pointerek helyett, úgymond. És akkor ugye beszélünk a továbbiakban a változókról, hogy hogyan is működnek ezek, és lesz egy nagyon pici kis generikus programozás is, hiszen a vektort nem csak egy típusra használjuk, de ezt majd megnézzük akkor. Jó. És akkor ilyen zárszóként ilyen range checking, illetve kicsi kivételkezelés itt a vektorunkba. Lesz szó ilyesmiről is. Jó. Ahogy mondtam, tényleg nagyon masszív anyag, de mindenképp nagyon-nagyon fontos már itt a bevezető tárgyban is beszélgetni erről. Jó. És akkor egy pici ismétlés a vektorról. Hát itt azt írja a szerző a könyvbe is, meg én is, hogy a vektor a leghasznosabb konténer. Hát most ezzel nyilván lehetne vitatkozni. Alapvetően tényleg egy egyszerű dolog, ugye, hogy mire is, hogy adott típusú elemeket tárol viszonylag kompakt módon. Igen, hatékonyan lehet hozzáférni az elemekhez, tetszőleges számú lehet az elemszám, illetve van nekünk ez a range check, tehát az, hogy nem tudjuk túlindexelni, dob nekünk egy kivételt, hogyha ha olyan elemhez akarunk hozzáférni, ami nincsen. Jó? Tehát egy 10 elemű vektorba akarjuk a 20. elemet, akkor dob egy kivételt, hogy nincs 20. elem. Jó? Tehát erre gondolunk itt. Nyilván alapvetően ezt használjuk, tehát használjuk a vektort, ha csak nincs valami nagyon nyomós indokunk arra, hogy ne a vektort használjuk. Jó? Most az, hogy milyen nyomós indokaink lehetnek, ez az a rész, amit mondtam, hogy különböző adatszerkezetek és az arra alkalmazható algoritmusok, vastag könyvek szólnak róla. Most ebben ne menjünk bele. Ahogy mondtam, alapértelmezetten használjuk a vektort, aztán ha esetleg valami más vagy valami probléma merül fel ennek kapcsán, akkor használjunk mondjuk listát, vagy mapet, vagy valami egyebet. Jó? De alapvetően a vektor az alap konténer. És akkor ugye ez a kérdés, ugye itt az utolsó részben, hogy hogyan készült, és akkor ennek a három fejezetnek ez a fő témája. Jó. Rendben van. Na. És akkor ugye hát vektor, tehát valamilyen elemeket tárolunk, valamilyen elemeket rendszerezünk úgymond ebbe a konténerbe, és hát nyilván a memóriába tároljuk, mert hát hol máshol. És alapvetően ami van nekünk, ugye az egésznek az alján az egy hát memória modul, meg tudjátok vásárolni, fölmentek valami honlapra, most már aránylag jó áron meg lehet venni. Na, azokban a memória modulokban tároljuk nyilvánvalóan a memóriát. Na, az adatainkat, a vektorainkat, illetve az egyéb változóinkat. Később majd látni fogjuk, hogy amúgy a program is ott van, de most egyelőre legyen ennyi elég. És nyilván ez valamilyen hardware egység, igazából nem túl flexibilis,
és valami, illetve ilyen memória címek vannak, amin keresztül elérhetjük ezeket az eszközöket, vagy adatokat, ezeket majd meg fogjuk nézni. Ez egy nagyon alacsony szintű dolog, hát most ha nagyon alacsony szintre akarok menni, akkor ilyen lebegőkapus kondenzátorokat mondanék, meg ilyesmi, de ennyire azért nem akarok. Ugye az oprendszer azért ad nekünk valamilyen felületet, hogy ezekhez hozzáférjünk, ezeket ma meg fogjuk nézni egyébként. Nincsenek típusok, tehát tulajdonképpen vannak ilyen byte méretű rekeszeink, és akkor abba tudunk valamit tenni. Ezek ugye ráadásul fix méretűek, nincs semmiféle ellenőrzés, tehát nem fog neked konkrétan a memória visszadobni egy kivételt. Nem így működik. Ellenben viszont nagyon gyors, és ezt a jó tulajdonságát úgymond igyekszünk is kihasználni, de azért nem olyan egyszerű. És ugye itt jön képbe az, hogy nekünk programozóknak, amikor szoftvert fejlesztünk, jó lenne valami magasabb szintű dolog is. Tehát nyilván nem feltétlenül lenne szerencsés konkrét memória címekkel, pointerekkel, meg tömbökkel dolgozni, amikor valami mit tudom én, szoftvert írunk, játékot írunk, vagy ilyesmi. Nem biztos, hogy a legjobb példát mondtam, mert ott azért kell ezeket, de jó lenne valami magasabb szintű, és akkor erre mondanánk azt, hogy jól jönne a vektor, mint adatszerkezet, ahol azért magas szintű műveletek elérhetőek, van típus ellenőrzésünk, tehát ugye az, hogy egy ilyen double típusú tömbbe nem nagyon tudunk mondjuk stringeket rakni, meg ilyesmi, ezt majd megnézzük. Viszonylag flexibilisen változtatható a mérete, tehát ha hívom a pushbacket, ugye amivel hozzáadok még egy elemet a vektorhoz, nem kell azzal foglalkoznom, hogy lekérdezem, hogy mekkora a vektor, hogy belefér-e, akkor növel, tehát nem nekem kell vele foglalkozni, hanem van ott valami, ami majd azt megcsinálja nekem, úgymond. Ugye van ez a futási idejű range checking, és hát itt írja, hogy közel optimális gyorsaságú. Nyilván valamennyivel lassabb, mert ugye kellenek ezek az ellenőrzések, hogy tényleg van-e ott még elem, melyik elemet kérdezem, stb. De közel optimális. Közel optimális. Jó. Viszont ezt is meg kell írni, hiszen nyilván alulról építkezünk, és nyilván ezt is azért el kell készíteni. És ugye alacsony szintről kell megint csak indulnunk, és alacsony szinten a hardvernél azért kemény az élet, tényleg minden nekünk kell megírni, nincsen semmi type check, semmi futási idejű hibakezelés. Ha valami futási idejű hibát kapsz, az általában az, hogy crash-el a program. Jó? Tehát nyilván összeomlik az egész. És tényleg emiatt kell magasabb szintre jutnunk, produktivitás, megbízhatóság miatt tényleg haladjunk a dologgal, megbízhatóbbak ezek a magasabb szintű dolgok. És hát nyilván emberi nyelven, de ezt majd később fogjátok látni, azért ezek a tömbös memóriakezelős dolgok, főleg amikor a pointer aritmetikát nézegetjük, azért látni fogjátok, hogy ott már bizony azért kavarodhatnak a dolgok. Jó? És mindaz, ami ehhez kell, itt lesz ebben a három fejezetben, a könyvet is olvassátok, de mi is át fogjuk részletesen beszélni az ott található dolgokat. Nincs semmi mágia, minden magas szintű adatszerkezet valahogy így készül. Jó. De közben ránézek a chatre. Hát Rácke vadúigazgatóság szerintem nem. Viden, CGMBotot nem fogunk készíteni, az biztos. Meg úgy én botot se, hát lehet, hogy érdekes lenne, de nem fogok. Jó, oké is. Szóval a lényeg, hogy tényleg minden szükséges lépést meg fogunk mutatni, illetve át fogunk beszélni, hogy mi kell ezekhez a magas szintű eszközökhöz. Na, és akkor tényleg a vektorról. Ugye, ahogy mondtuk, tetszőleges számú elemet tartalmaz. Nyilván itt vannak fizikai és oprendszer korlátok, tehát amennyi memóriátok van, szerintem már sokan találkoztatok, összekreselt a programotok, ugye, amikor korábban próbáltuk ezt a referencia, illetve érték szerinti paraméter átadást, hogy egy nagy-nagy vektort adtunk át egy függvénynek, és ott tényleg vagy kaptatok egy ilyen bad unlock kivételt, vagy csak tényleg
hát összekreselt a gépetek valamilyen formába. Nyilván fizikai korlátok vannak, több memóriát nem tudunk hasznosítani, mint amennyi a gépbe fizikailag van. Ugye itt vannak operációs rendszer korlátok is, hiszen nyilván azért ott is vannak ilyenek, de erről majd később beszélünk. Ugye a vektor mérete idővel változhat, például a pushback-kel, vagy a egyéb ilyen függvényekkel lesz majd ilyen resize, meg hasonló, tehát változtatható a vektornak a mérete. És akkor itt látunk egy nagyon egyszerű kis példát, ugye ezt már szerintem tudjuk, itt létrehozunk egy ilyen double méretű, double típusú elemek tárolására alkalmas vektort, ami kezdetben négy elemű lesz, tehát itt tulajdonképpen üres nullára inicializálunk egy ilyen négy elemű vektort. Jó. És akkor itt szépen beletesszük ezeket az értékeket, az első érték az a pont 33, akkor 22, 22, és így tovább. Jó. Tehát ezek lennének így tényleg az alapok, hogy hogyan használjuk a vektort. És akkor hogyan is néz ki, tényleg csak ismétlés jelleggel, hogy itt van nekünk a memóriában valami kis rész, ugye itt tároljuk azt, hogy éppen aktuálisan hány elemű a vektorunk, meg majd sok más egyebet is fogunk, akkor van itt nekünk valami, amit majd úgy fogunk hívni, hogy pointer vagy mutató, és ez a mutató itt arra a memória területre fog mutatni, ahol konkrétan már ezek a elemek, ezek az értékek megjelennek. Na, hát tényleg csak így röviden. És ugye ezek az elemek így szépen egymás után vannak a memóriában. Még majdnem azt mondanám, hogy valószínűleg itt tényleg szó szerint egymás után, és azoknak van valamilyen értéke. Jó. Oké, és akkor hát itt fogjuk majd ezt elkezdeni, ezt meg fogjuk írni, tényleg át fogjuk beszélni, hogy ez hogyan is működik. Csak először az előadáson futnánk végig. Ugye, hogy... Nyilván itt van valamilyen vektorunk, nyilván egy osztályba fogjuk ezt megírni, hát mibe másba. Ugye egy integerbe fogjuk tárolni az éppen aktuális méretet, tehát az, hogy hány elem van éppen a vektorunkba. Itt lesz nekünk ez a pointer, ami majd arra a memória területre fog mutatni, ahol a konkrétan az elemeket tároljuk. Fogunk majd erről beszélni. Illetve nyilván a vektorosztálynak lesz egy konstruktora, amin keresztül ezt el tudjuk készíteni. És akkor itt paraméterbe pedig azt adjuk át, hogy hány elemre készítse el a vektor, tehát előzetesen, iniciálisan hány elemnek foglaljon helyet. Később ez ugye változhat, de most egyelőre ennyi elég lesz nekünk. És akkor lesz még egy ilyen kis segédfüggvény, ugye ez a size, amivel le tudjuk kérdezni, hogy éppen aktuálisan hány eleme van a vektorunknak. Jó. És azt, hogy mi is az a pointer, ugye, látjuk azt, hogy itt van ez a, tehát ez egy double típusú pointer lesz, ami majd annyit jelent, hogy egy double típusú elemre fog mutatni. Tulajdonképpen ezzel a csillaggal jelezzük azt, hogy ez az elem nevű változó, ez egy mutató, tehát ez egy pointer. Tehát nem egy sima, mint mondjuk ez az integer, hanem ez egy pointer lesz. Jó. Hát ugye kérdés, hogy mi is az a pointer, meg hát most pointer, hát hogyan mutasson egy pointer egy elemre, illetve, hogy hogyan foglalunk helyet. Na és akkor erről fogunk most beszélni. Pointerekről beszélgessünk egy kicsit, és tulajdonképpen a pointer az egy memória cím. Jó? Mondhatnánk, hogy egy sima egész szám, de nem integer, tehát ez nagyon fontos. Az integer az egy változó, az egy érték, az egy memória rekesz, ami le van foglalva, abban van egy érték. Jó? Mondhatnánk azt, hogy egy sorszám, mint ahogy itt ezen a kis ábrán is látjátok, itt van mondjuk a memóriánk, ugye, és itt szépen elindul nullától, 0, 1, 2, stb. Ez bytonként van, tehát bytonként címezzük a memóriát, ugye minden egyes byte-ot meg kell tudni címeznünk. Az első a 0, a második az 1, 2, és így tovább. Jó? Hát nyilván annyi ilyen memória cím van, ahány byte-unk van a memóriába. Hát az én gépemben 64 GB memória van, hát akkor ezt szorozzátok föl, hogy az hány byte. Sok. Jó? És minden egyes byte-ot külön-külön meg kell tudnunk címezni, hiszen minden egyes byte-ot külön-külön tudunk kezelni, tehát tudunk foglalni mondjuk egy karakternek egy memóriát, egy memória részt, egy karakter az ugye egy byte, és azt meg kell tudnunk címezni. Jó. És ez a P, itt,
ez egy memória címet fog tárolni. Jó, tehát mondjuk itt van nekünk egy változónk a 600-as memória címen, tehát a 600. memória rekeszbe, benne van egy érték, mondjuk 7, mert azt írtuk bele, és mi azt szeretnénk, hogy erre állítsunk egy pointert, és ennek a pointernek legyen a neve mondjuk az, hogy P. Jó, hát akkor mindjárt megnézzük, hogy ezt pontosan hogy kell csinálni, akkor P értéke föl fogja venni azt, hogy 600, ugyanis amire mutatunk, az a 600. memória címen van. Pontosabban a 600-as című memória rekeszbe van. Hát, ez azért még nem olyan bonyolult, én úgy gondolom. És nyilván itt azért meg kell mondani azt, hogy milyen típusú elemre mutat, tehát ez nagyon fontos. Ugye a double csillag az egy double elemre mutat, nyilván nem pedig stringre. Jó? Hogy ez miért kell? Hát egyértelműen azért, hogy a pointer típusa meghatározza azt, hogy hogyan használjuk az általa hivatkozott memóriát, tehát nyilván tudnunk kell azt, hogy milyen típusú elemre mutatunk, mert ha valamilyen műveletet akarunk vele végezni, akkor ezt nyilván tudnunk kell. Jó. De hát ez gondolom egyértelmű is. Double típusú elemre double pointer mutat, string típusú elemre string pointer mutat. Ez szerintem így rendben van. Jó? Ami itt a lényeges, hogy ez a pointer egy memória címet fog tartalmazni, azt a memória címet, ahol az az elem van, amire ez a pointer mutat. Jó. Oké is. És akkor hogyan foglalunk memóriát, illetve hogyan készítsük el tulajdonképpen a vektorunkat. Ugye látjuk, hogy ez a vektorosztályunknak a konstruktora, ezt is meg fogjuk majd írni. Kezdetbe átadunk neki egy paramétert, ugye az, hogy hány elemet foglaljunk le, tehát hány elemnek foglaljunk memóriát. Hát ezt értékül adjuk a size-nak, simán csak egy értékadás, semmi különös. Ugye nyilván azt szeretnénk, hogy itt ha 4 elemnek foglalunk helyet, akkor itt a size-ban megjelenjen, hogy 4. Hát ezt csináljuk itt a konstruktorba. Illetve azt csináljuk, hogy ennek az elem pointernek átadjuk értékül azt a memória területet, amit lefoglalunk az elemeinknek. Na de hogyan foglalunk memóriát? A new operátorral. Jó? Hát egyféle módszer az, hogy a new operátorral foglalunk memóriát. Jó. Amit még meg kell mondanunk, hogy milyen típusú elemeknek foglalunk memóriát, illetve hány darab elemnek foglalunk memóriát. Ugye itt az S a 4, és ez annyit jelent, hogy szeretnénk 4 darab double-nek memóriát foglalni a new operátorral. Jó, nézzünk példát, ahogy mondtam. Hogyan is néz ki ilyen kis egyszerű móriczka rajzal? Ugye itt van nekünk a vektorunk, jó, ahogy eddig is volt, van itt a size változónk, be van állítva 4-re most éppen, és van itt nekünk ez az elem mutatónk, ami mutat egy memória részre. Jó? Hát itt, ahogy mutatom is, ez egy tényleg egy mutató, egy pointer, és itt valahol a memóriánkba, ezt hívjuk majd free store-nak, itt van nekünk ez a 4 elemű kis memória részünk, amiben a 4 darab double-t majd el fogjuk tudni tárolni. Jó? Oké is. Na most ilyen alap technikai dolog, hogy a new operátor az annyit csinál, hogy visszaadja annak a memória területnek a címét, ahol lefoglaltuk a memóriát. Jó? Tehát itt van nekünk a free store, itt van ez a kis memória rekesz, amit lefoglaltunk, és a new operátor ezt ennek az elemnek, tehát itt az gyakorlatilag az elejének, az első elemnek a memória címét fogja visszaadni. Jó? És ezt a memória címet itt eltárolja ebbe az elem nevű pointerbe. Hát ilyen egyszerű, de majd mindjárt azért ránézünk mindenképpen. Jó. Na de mi az a free store? Ugye? Mert azért ez egy fontos dolog. Alapvetően a memóriánkat több részre tudjuk így logikailag osztani. Nem fizikailag, hanem logikailag osztani. Ugye szoktuk mondani, hogy hát ezt alapvetően meg kell tanulni, nem biztos, hogy ez olyan fontos. Ugye a lokális változóink a stack-en vannak. Kicsit korábban már beszéltünk a stackről, ugye amikor a függvényhívásokról beszélgettünk a függvények kapcsán, hogy ott hogyan is működik ez a hívási stack. Na itt valami olyasmire gondoljatok, hogy ezek a lokális változók ott vannak a stacken. A globális változók ott vannak a
statikus részbe, tehát a statikus memória részben. Használtunk már ilyen globális változót, a számológépbe volt, ha emlékeztek, a token stream objektum például, de még szerintem a variable table is, tehát ahol a számológépbe tudtuk a változókat tárolni, tehát az a statikus adat, illetve a kód részbe van maga a program, hiszen majd, hát prog1-en meg fogjuk nézni, hogy ugye ezek a függvények is a memóriában vannak, tehát a függvényeknek is el tudjuk kérni a memória címét, de nem akarok ennyire előre szaladni. Csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy ez az, amit úgy hívunk, hogy Neumann elv, tehát hogy az adat is, meg a program is a memóriában van. Jó? De ezt majd megnézzük később. Jó? És akkor ezek mellett van egy olyan rész, amit úgy hívunk, hogy free store, vagy heap, vagy szabadtár. Ilyet is olvastam már, hogy halom. Maradjunk a free store-nál. Jó? Csak hogyha magyar könyvet olvastok, akkor tényleg találkozhattok ilyenekkel is. Jó. Tehát van ez a rész, hogy free store. Ezt fogjuk majd használni itt a vektor esetében. Jó. Oké. És amit tudni kell, hogy a new operátorral a free store-ból tudunk memóriát foglalni. Jó. És ahogy mondtam, visszaad egy pointert, azt a memória címet, ahol, amit lefoglaltunk tulajdonképpen, és ahogy írjam is, meg mondtam is, az első byte címét. Jó. Ezeket meg fogjuk nézni, meg tényleg ki fogjuk próbálni, hogy ezek hogy működnek, csak tényleg most fussunk át rajta. Nyilván nem csak vektornak tudunk, vagy double-öknek, vagy sok elemnek tudunk, hanem akár tudunk egy elemnek is így a free store-ba memóriát foglalni. Ha azt mondjuk, hogy new int, az azt jelenti, hogy egy darab intnek szeretnénk a free store-ban memóriát foglalni. Most látjuk is, hogy ezt pedig ugye le is foglalja nekünk a new operátor, és maga az operátor vissza fogja adni ennek a lefoglalt memória területnek a címét, tehát egy pointert, és ezt itt el is tároljuk. Jó. Látjuk azt, hogy ez a pointer, ez egy int típusú pointer, hogy pontosabban fogalmazzak, egy olyan pointer, ami egy integer típusú objektumra mutat. Jó. És a neve pedig P. Hát nyilván nevet kell neki adni, mert úgy elég nehéz egyébként hivatkozni rá. Jó. Tehát tudunk egy elemnek is memóriát foglalni. De tudunk több elemnek is, például így, ezzel a szögletes zárójeles megoldással, úgymond. Ez annyit csinál, hogy ez 7 darab intnek fog memóriát foglalni a free store-ban, és a 7 darab int legelső elemére mutató pointert fogja visszaadni, tehát a legelső elemnek a címét fogja visszaadni, ezt pedig eltároljuk Q-ban. Jó. Hát ismét látjuk, hogy attól függetlenül, hogy ez egy 7 elemű integer tömb, attól még a pointerünk típusa integer, nyilván mi más lenne. Jó. Tehát nyilván itt a típusra oda kell figyelni, amilyennek foglalunk, olyan legyen a pointer típusa is. Jó. Oké. Nyilván tudunk így double-nek is, meg sok más egyébnek, stringnek, vektornak, bármi egyébnek tudunk memóriát foglalni, és tudunk n darab elemnek is, ez majd később lesz érdekes, de tudunk n elemnek is memóriát foglalni. Hát nyilván az n-nek azért legyen valami értelmezhető értéke, de meg tudjuk tenni. Jó, és akkor itt ugyanaz történik, csak itt már látjuk, hogy egy double típusú pointert kell használnunk, hiszen maga a memória rész, amit lefoglalunk, double típusú elemeket fog tartalmazni. Hát, vagy egyet. Mert ugye n az lehet egy is, de ebbe most nem menjünk bele, megnézzük majd a példát. Jó, tehát a lényeg, hogy adott típusú objektumra mutat, és ami még nagyon fontos, és ebből látszik, szerintem, hogy a pointer nem fogja tudni azt, hogy hány elemre mutatunk. Jó, hiszen a pointerünk az csak az első byte címét fogja tartalmazni. Jó, itt is, ahogy látjuk a kis Móriczka rajzon, itt van nekünk ez a legelső kis integer, ugye ez az, amit itt helyet foglalunk, ez a rész itt már a free store-ba van, jó, és ez a free store beli elem, ennek van egy címe, és ez a címe fog itt eltárolódni P-ben. Jó, tehát mondjuk teszem azt, hát itt integernek, ennek az integer objektumnak itt a free store-ba jelenleg hát nem meghatározott az értéke, uninitialized, szoktuk mondani, tehát ennek most éppen nincsen értelmezhető értéke, valami random szám, ugye erről korábban beszéltünk.
Viszont nyilván van egy memória címe, mondjuk 600, hogyha visszaemlékeztek az előző ábrára, és ez a 600 fog itt ebben a P-ben eltárolódni. Jó, ez a 600 fog itt eltárolódni P-ben. De semmi egyéb. Jó, tehát csak a memória címe. Okés. Ugyanezt történik itt Q esetében is. Ugye itt van megint nekünk egy pointerünk, ami mutat arra a memória részre, amit mi lefoglaltunk a free store-ban. Hát ez itt most konkrétan egy hételemű kis memória rész, integerekkel, és ez sincs inicializálva. Tehát itt is valamilyen random értékek vannak. Jó. Amit itt a Q-ban eltárolunk, az itt a legelső elemnek a memória címe. Jó. És semmi más. Ez nagyon fontos, hogy csak egy memória cím van. Hát lehet, hogy ez itt mondjuk 700, vagy 1000, vagy bármi. Jó, már a memória cím attól függ, hogy hol van. Jó, rendben van. Oké is. Na, és akkor hogyan tudunk ezekhez hozzáférni? Nyilván több megközelítés van, és több megközelítést is meg fogunk nézni. Lehetőségünk van arra, hogy egyedi elemekhez férjünk hozzá. Hát van ez a úgynevezett dereferencia operátor. Jó. De erről fogunk majd beszélni, meg tényleg kipróbáljuk, mert úgy látványosabb. Most nézzük meg ezt, hogy van itt nekünk egy foglalunk memóriát egy integernek, annak a címét eltároljuk itt P1-be, illetve foglalunk memóriát 5 darab integernek, és azt eltároljuk P2-be. Mármint, hogy az első elem címét pontosabban, bocsánat, foglalunk memóriát egy darab integernek, és annak adunk is kezdőértéket. Már én is elnéztem, elnézést. Jó, tehát itt látjuk azt, hogy zárójelben, a sima zárójelben tudunk neki kezdőértéket adni. Jó, visszakattintok ide egy pillanatra. Itt a szögletes zárójelben azt mondjuk meg, hogy hány darab elemet akarunk itt lefoglalni. Hát itt 7 darabot. Jó, ez a szögletes zárójeles megközelítés. Itt pedig a sima zárójel van. Tehát itt ez azt jelenti, hogy lefoglalunk memóriát egy darab integernek, és annak rögtön adunk kezdőértéket is. Jó? És itt be is állítja nekünk 5-re P2 által mutatott memória területet. Jó? Na most, amikor itt hozzáférünk, ugye itt a dereferencia operátorral, ugye arra figyeljünk oda, hogy használjuk a csillagot. Jó, ahogy a dereferencia operátor később is fontos lesz, majd valamikor beszélünk róla mindenképpen. Ugye itt azt csináljuk, hogy kérjük el P2 által mutatott memória területen található értéket. Jó? Tehát ugye P2 mutat valahova, ugye P2 egy memória cím, mutat valahova. A csillaggal azt mondjuk, hogy kérjük szépen azt az értéket, amit ez a memória terület tárol. Hát ez esetben ez most 5, és ezt itt ezzel az utasítással kimásoljuk x-be, tehát az x változónk értéke ezután 5 lesz. Jó? De a lényeg tényleg az, hogy ezzel a csillag P2-vel azt mondjuk, hogy szeretnénk elkérni azt az értéket, ami a P2 által mutatott memória terület található, amit a P2 által mutatott memória terület képvisel vagy tárol azt az értéket. Jó, ezt hívjuk egyébként accessnek. Hát, hívhatnánk biciklinek is, de access lett a neve. Jó, hát vagy magyarul hozzáférés talán. Jó, megtetjük ugyanezt P1-jel is, viszont P1-et nem inicializáltuk, ugye, tehát annak nem adtunk kezdőértéket. Itt valamilyen undefined value fog megjelenni. Így y értéke itt valamilyen nem meghatározott érték lesz. Jó. Na most én egyébként nem tartom kizártnak, hogy az intelligensebb fordítók lehet, hogy inicializálnak automatikusan, de akkor se csináljunk ilyet. Jó, tehát figyeljünk arra oda, hogy vagy adjunk kezdőértéket, vagy adjunk előbb-utóbb valamilyen értéket a változóinknak. Jó. Milyen típusú access van még? Ugye tudunk ilyen tömb jelleggel is kezelni
ilyen memóriaterületeket. Ugye itt van nekünk a P3, itt annyit csinálunk, hogy lefoglalunk 5 darab integernek memóriát a FreeStore-ban, és a legelső elemre mutató pointert értékül adjuk P3-nak. Tehát P3 gyakorlatilag ennek a memória résznek az elejére fog mutatni. Hát ez az, amit amúgy tömnek hívunk, vagy array-nek egyébként. Erről a jövő heti órán lesz egy kicsit részletesebben szó. Legyen most ennyi elég, hogy elemek sorozata, ugyanolyan típusú elemek sorozata tulajdonképpen. Na most hogyan tudjuk még ezeket elérni? Hát tudjuk még ezzel a szögletes zárójeles megoldással is. Hát talán ez a vektorok kapcsán már ismerős lehet. Mondjuk egy vektornak a nullás sorszámú elemét így tudjuk elérni, így tudunk neki értéket adni. Hát tulajdonképpen egy tömnek a pointere, egy pointeren keresztül is így tudunk értéket adni, és akkor így P3 első elemét beállítjuk 7-re. Így akkor P3 második elemét, mert mondjuk beállítjuk 9-re. Jó. Okés. Rendben van. Itt pedig el tudjuk kérni az értéket. Ugye itt nyilván arra figyeljünk, hogy itt a értékadó operátor, tehát az egyenlőségjelnek melyik oldalán vagyunk. Jó. Ugye, hogyha a P3, tehát a pointer, vagy hát az elem az a bal oldalon van, akkor értékadás, ha jobb oldalon, akkor pedig access. De ebbe most még egyelőre nem menjünk bele. Itt tulajdonképpen tényleg annyi történik, hogy P3 második elemének adjuk a 9-et, itt pedig elkérjük P3 második elemét, és kimásoljuk X2-be. Jó? Tehát P3 első egyes számú eleme az 9, itt megjelenik a 9, és értékül adjuk X2-nek. Jó. Használhatjuk ugyanúgy a dereferencia operátort is, használhatjuk. Ebben az esetben, hogyha nyilván több elemünk van abban az esetben, akkor ez a legelső elemet fogja jelenteni, tehát minthogyha azt mondanánk, hogy P3 nulla. Jó. Hát én azt mondom, hogy ne kavarodjunk, hogyha sok elemünk van, hivatkozzunk a konkrét sorszámára, így a szögletes zárójellel. De nyilván használható ez is természetesen. Jó. Na és akkor jöhetne a kérdés, hogy miért is kell a FreeStore, és miért is akarjuk mi használni a FreeStore-t, miért nem jó, hogyha lokálisak az objektumaink, és akkor ott van minden, vagy mindent behányunk a statikus tárba, ugye globális változóként. Hát igen. Ugye azért használjuk, hogyha az objektumunknak túl kell élni azt a szkópot, ahol létrehoztuk. Például ilyen a vektor konstruktora is. Erre nézzünk majd megint csak példát. Például az, hogy van egy függvényünk, ahol valami n darab elemnek akarunk memóriát foglalni, és igazából csak létre akarjuk hozni, csak le akarjuk foglalni neki a memóriát. Na most, hogyha itt memóriát foglalunk, akkor nyilván, hogyha nem a FreeStore-ba hozzuk létre, akkor amint így a függvényünk végére érünk, az a memória terület felszabadul. Ugye? A lokális változók a scope végén, ugye úgymond kitakarítódnak idézőjelben a memóriából, majd meg fogjuk nézni pontosan, hogy hogyan is működik ez. Viszont sok esetben szükségünk van arra, hogy ezek az objektumok túléljék a scope-ot, tehát hogy később is elérhetőek legyenek, később is hozzájuk tudjunk férni. Ugye ezen felül pedig egy nagyon fontos rész az, hogy a mi kezünkben legyen a memória kezelés, tehát mi tudjuk azt úgymond szabályozni, hogy mikor legyen benne a memóriában, mikor szabadítsuk ki a memóriából azt az objektumot. Nyilván majd meg fogjuk nézni, beszélni fogunk róla, hogy ha new-val foglalunk helyet, akkor az delete-tel föl tudjuk szabadítani. Tudnunk kell kezelni a memóriát sok esetben. Én mindig, nem biztos, hogy a legjobb példa, de én így a játékok kapcsán szoktam azt mindig említeni, hogy ugye van a videomemóriánk, és általában a videomemóriánkban az van, amit látunk. Talán ilyen videókat föl tudtok fedezni videó megosztókon is,
hogy hogyan is működik ez. Alapvetően tényleg csak az van a videó memóriában, amit éppen látunk. Tehát mondjuk megyünk egy helyen, és akkor ott vannak fák, van egy ház, vannak különböző szörnyek mondjuk. Ha elfordulunk, akkor azokat a objektumokat úgymond kitakarítjuk a memóriából. Na most nyilván ahhoz, hogy ilyen szintű memóriakezelésünk legyen, ahhoz szükséges valami plusz, tehát szükséges valami, hogy ezt tudjuk kezelni. Az nem lehet megoldás, hogy rábízzuk a scope-ra. Hát benne vagyunk valami függvénybe, fut a programunk, nem tudunk csak így a scope-okkal dobálózni, tehát kell valamilyen kézzel is jól használható memóriakezelés. Jó, és akkor tulajdonképpen, hát nem biztos, hogy a legjobb példa ez, de ezt szoktam mondani. Tehát mondjuk bekerül a látómezőnkbe egy szörny, akkor annak new-val foglalunk úgymond memóriát, és akkor azt ott elkészítjük, ott kirajzolódik, ha pedig elfordulunk, akkor delete-tel kitakarítjuk a memóriából. Jó, hát most gondoljatok bele, elindítatok egy PUBG meccset, és akkor minden, ami ott van, mindenféle asset, mindenféle ellenfél, minden, hát nem férne bele a memóriába. Jó, ezért van az tényleg, hogy csak az van a memóriába, amit látunk. Meg egy-két dolog, de ez most nem olyan érdekes. Jó, oké, szóval egyrészt azért kell, hogy túlélje a scope-ot sokszor, tehát hogy túl kell élni a scope-ot az objektumnak, másrészt pedig azért, hogy a mi kezünkben legyen a memóriakezelés, ezzel a new-val és a delete-tel mi explicit módon meg tudjuk mondani azt, hogy mikor foglalunk memóriát és mikor szabadítjuk fel. Pár ilyen kis megjegyzés így a pointerek, tömbök és a vektor kapcsán. Ugye itt amit látunk és amit majd tényleg meg fogunk nézni kódban is, hogy pointerekkel és tömbökkel közvetlenül kezeljük a memóriát. Tehát tényleg nagyon alacsony szinten, és ez nagyon komoly bugok forrása lehet. Amit itt tényleg írtok is, meg mondtok is a chatbe, hogy hát igen, azért vannak bugok a játékokban. Nem azt mondom, hogy ebből ered, de ott nagyon-nagyon hát kemény az élet, úgymond. Legyünk nagyon figyelmesek, amikor ilyen alacsony szinten kezdjük. Én nem azt mondom, hogy ne csináljuk, de nagyon figyelmesnek kell lennünk. Jó? És hogyha lehet, akkor persze kerüljük. Jó? Tehát minek használnánk tömböt, ha használhatjuk a vektort? Használjuk a vektort. Ami még egy előfordulat, hogy ilyesmi jellegű hibákat kapunk, ha memóriát kezelünk. Jó? Hát ez azért ez nem az, amihez megszoktunk, hogy mit tudom én, range error, vagy ilyesmi. Mi az a bus error? Hát mit tudom én. Jó? Tehát nyilván itt azért nem igazán segít nekünk a szoftver, meg a magas szintű adatszerkezet. Jó? Hát itt az operációs rendszer ad valamilyen ilyesmit. De hát könnyen lehet, hogy neki sincs fogalma se arról, hogy mi történik. Jó? Maradjunk annyiba, hogy a vektor segít. Ha lehet, használjuk azt. Jó. És akkor egy pár problémára így fölhívnám a figyelmet, ami tényleg komoly probléma lehet. Na most, van nekünk itt ez a kis függvényünk, és ezt a függvényt hívjuk valahogyan. Jó? Valahogyan használjuk ezt a függvényt. Na most, itt látjuk, hogy ez a függvény egy ilyen pointer típusú változót fog visszaadni, pontosabban egy memória címet fog visszaadni. Az, hogy itt milyen paramétereket kap, hát most két integer nem olyan érdekes. Na most itt a függvényen belül azt csináljuk, hogy foglalunk memóriát valahány darab elemnek, hát itt ebben a konkrét esetben most 100 darab double-nek fogunk értéket foglalni. Memóriát, bocsánat, 100 darab double típusú elemnek fogunk memóriát foglalni, és hát nyilván szokott módon a new operátor visszaadja az első elemre mutató pointer, tehát az első elemnek a címét. Jó? És azt itt el fogjuk tárolni P-ben. Na most itt menet közben megint foglalunk valamilyen memóriát, mert itt valamilyen számítást fogunk végezni, most igazából ez teljesen lényegtelen, ki fogjuk ezt egyébként próbálni, és hát itt mondjuk 200 darabnak ebbe a konkrét esetben, már látjuk, hogy itt 200-at adunk át, és ez a result size, ez itt 200 lett, tehát itt 200 darab double-nek fogunk memóriát foglalni, ugyanúgy a free store-ban. Jó, na most és ez a new operátor, akkor
ugye ennek a memória címét fogja visszaadni, és eltároljuk ebbe a result nevű pointerbe. Tehát a lényeg, lesz egy p pointerünk, ami 100 darab double-re mutat, illetve lesz egy result nevű pointerünk, ami 200 darab double-re mutat. Jó. Hát itt számolgatunk valamit, mindegy teljesen, hogy mit, átlagot, akármit, és visszaadjuk p-t. Pontosabban visszaadjuk result-ot. Már olvasni se tudok. Jó? Tehát itt visszaadjuk a result-ot. Tulajdonképpen itt vissza fogjuk adni ennek a memória területnek a címét, ugye itt pointert adunk vissza paraméterül, tehát visszaadjuk result-ot, és ez a memória terület, ennek a memória területnek a címét meg fog jelenni, tehát R tulajdonképpen erre a memória területre fog mutatni. Ez volt az, amire utaltam, hogy ugye az általunk lefoglalt memória területnek, pontosabban annak az objektumnak, amit itt használunk, túl kell élni a scope-ot. Hát ez egy megoldás, hogy túléli a scope-ot. Itt tudjuk is ezt használni, tehát amit itt ebben a függvényben, itt a kalk függvényben lefoglaltunk memória területet, azt itt is tudjuk használni. Jó? Ha nem így foglaltunk volna, tehát nem a FreeStore-ba foglaltunk volna memóriát, hát akkor nem tudnánk használni, hiszen akkor itt a végén, itt a függvényünk végén felszabadulna automatikusan az a memória terület. Ezért használjuk a FreeStore-t például. Jó. Hogyan tudjuk elérni? Nyilván szükségünk van a pointerére, tehát a pointeren keresztül fogjuk tudni elérni, ezért adjuk itt vissza, és ezért tároljuk itt ezt el. Oké is. Jó. Na de, van egy kis probléma, hiszen azt mondtuk, hogy nyilván, hogyha ez a memória terület, ez az objektum túléli a, úgymond, idézőjelben túléli a függvényt, akkor ugye ez is. Hát nyilván ugyanúgy foglaltuk, ugyanúgy a FreeStore-ba van. Hát igen, és tulajdonképpen ez a memória terület, ez ott is fog maradni. Viszont, amire nagyon kell figyelni, hogy a P és a result, ezekben az esetekben lokális változók. Jó. Tehát a P is, meg a result is egy-egy lokális változó. Most teljesen mindegy, hogy ez egy pointer típusú változó, de ez ugyanolyan változó, mint amit eddig is használtunk. Tehát tulajdonképpen P és result úgymond eltűnik. Innen eltűnik a scope végén, eltűnik a memóriából. Tehát a pointerek úgymond eltűnnek, viszont a lefoglalt memória terület ott marad. Hát, ez probléma. Jó? Miért is probléma? Azért probléma, mert itt most tulajdonképpen ezt a 100 darab double-t, ezt már nem fogjuk tudni elérni, nem fogjuk tudni felszabadítani, majd mindjárt megnézzük, hogyan kell felszabadítani, és nem tudjuk sehogy se elérni. Tehát az a 100 darab double, ami mondjuk, hát most hirtelen fejszámolás után 800 byte, az a 800 byte, az ott van a memóriába a program futásának a végéig, azt nem tudjuk se elérni, se felszabadítani, nem tudunk vele semmit csinálni. Jó? Az úgy ott marad. És ezt hívjuk úgy, hogy memory leak, vagy memória szivárgás, és ez valós programoknál, illetve hosszú ideig futó programoknál komoly problémákat tud okozni. Jó? Tehát az a memória, az tulajdonképpen ott ment a levesbe, már nem úgy fizikailag értelemben, tehát nem vészel örökre, tehát nem az, hogy megsemmisül vagy valami. Nyilván, amikor a programunk kilép, akkor minden általa használt memóriát visszaad, úgymond, tehát akkor felszabadul, viszont hosszú ideig futó programoknál ez probléma. Jó? Gondolunk egy operációs rendszerre, vagy nem tudom, mondjuk 4-5 órán keresztül játszunk a PUBG-vel, és akkor ott van valami memória szivárgás. Mondjuk 4-5 óra még nem olyan vészes, de azért okoz komoly problémákat. Tehát okozhat komoly problémákat. Föl kell szabadítanunk a memóriát. Hát hogyan tehetjük ezt? Ha van new operátorunk, van delete operátorunk is, tehát a delete operátorral tudjuk felszabadítani az általunk lefoglalt memóriát. Hogyan is néz ki? Ugye ugyanaz a szituáció, mint az imént, itt foglalunk megint csak max darab memóriát, illetve result size méretű, tehát akkor még egyszer. Jó, tehát itt az elején foglalunk
max darab double-nek memóriát, itt pedig result size darab double-nek memóriát. Jó, ugyanúgy, ahogy az imént. Elvégezzük a műveletet, amit szeretnénk, és mielőtt visszatérnénk a függvénnyel, tehát még mielőtt kilépnénk a függvényből, itt a delete-tel felszabadítjuk a P által lefoglalt memóriaterületet. Jó? Tehát a delete azt csinálja, hogy azt a memóriaterületet, ahova P mutat, azt visszaadja, úgymond a freestore-nak, tehát felszabadítja. És onnantól kezdve már tetszőlegesen azt használja, aki akarja. Jó. Nyilván itt ugye fontos, hogy nyilván a return előtt szabadítsuk fel. Jó. Tehát ez fontos. És az, hogy nyilván azt szabadítsuk fel, amit már nem használunk. Tehát arra is figyeljünk oda. Ugye itt resultot adjuk vissza, na most, ha itt resultot szabadítanánk föl, akkor megint ilyen, tehát ilyen beláthatatlan következményei lennének. Nyilván figyeljünk oda, hogy mit szabadítunk föl. Milyen memória területet. Jó. Ugye itt visszaadjuk resultot, ugye, de nyilván ezt a memória területet is ezt a memóriaterületet is valahogy használjuk. Illetve ez is dinamikusan a FreeStore-ba, tehát a FreeStore-ba van ez is lefoglalva. És ezt itt használjuk, nyilván akkor ezt is föl kell szabadítanunk. Jó? És valahol itt ezt meg is kell tennünk. Hát ez lehet már a program futásának a végén, vagy akárhol. Jó. Hát, apró megjegyzés, hogy ezeket azért könnyű elfelejteni. Tehát elfelejtjük, ott használjuk. Nyilván ilyen kis programoknál ez a nagy problémát nem okoz. Nagy programoknál elfelejthetjük felszabadítani. Jó? Tehát ezt azért könnyű elfelejteni. Hát, oda kell figyelni, de azért mutatok majd rá olyan dolgot, amivel kiküszöbölhető ez a dolog. Jó. Oké, na szóval ez a memória szivárgás, ahogy mondtam is, folyamatosan futó programoknál nem megengedhető, tényleg operációs rendszerre gondoljatok, tehát egy operációs rendszer futhat akár hónapokig, évekig leállítás nélkül, Linux szerver, ez az amaz, azok tényleg nem megengedhető. És akkor van itt egy ilyen kis egyszerű, hogy egy függvény híváson 8 byte-ot szivárogtat, hány hívás kell ahhoz, hogy 1 megabyte elszivárogjon, mondjuk 130 ezer, de ez ilyen nagyon durva becslés, és azért 130 ezer függvényhívás egy programban azért nem olyan sok, nem is kevés, de azért hosszú idő alatt ez simán meg lehet. Ugye, ahogy mondtam is, a program végén minden memória felszabadul, feltéve, ha van operációs rendszerünk, most abban nem menjünk bele, hogyha mi van, ha nincs operációs rendszerünk, ez most nem olyan érdekes, tehát kultúrált operációs rendszer, Windows, meg Unix alapú rendszerek azért ezt megoldják, legalább ennyit megoldanak, és annyit még hozzátennék, hogy esetenként, hát nem azt mondom, hogy megengedhető, de na. Szóval maradjunk annyiban, hogy a memóriaszivárgás nem jó vagy rossz. Inkább azt mondom tényleg, hogy komoly problémát okozhat bizonyos esetekben. Jó? Figyeljünk oda rá. És akkor nézzük egy ilyen kis Móriczka rajzot, ami hát itt jól elcsúszott, ezért elnézést kérek. Ugye vagyunk valamilyen scope-ban, ez egy másik példa egyébként így a memóriaszivárgásra, és itt foglalunk területet 27 darab double-nek. Jó, hát ez itt valahol meg fog jelenni a memóriában, most igazából teljesen mindegy. Ugye a new visszaad egy pointert, és ezt eltároljuk P-be. Jó, tehát itt van nekünk ez a P pointerünk, ez mutat ide erre a kis memória rekeszre. Hát, vagy nagyra, mert ez 27 darab double, hát most mindegy is, mutat erre a memória területre. Na most, simán tudunk olyat csinálni, hogy foglalunk le egy másik memória területet, mondjuk legyen ez már 42 darab double-re mutat, viszont a new által visszaadott memória terület címét P-nek adjuk értékül. Tehát fölülírjuk P-t. Na most innentől kezdve, tehát ezután, ezt a memória területet már sehogy se fogjuk tudni elérni. Jó? Ugye, ahogy mondtam, ezek a memória címek sima
egész értékek, tehát igazából tudunk neki bármilyen értéket adni, kis túlzással. Nyilván fölül tudjuk írni egy új memória címmel, és hiába hívjuk itt már az, hogy mondjuk az, hogy delete p, tehát hogy szabadítsa fel a p által mutatott memória területet, ugye ezt föl fogja szabadítani, ezt a részt, hiszen p most ide mutat, viszont ezt már nem, ezt már sehogy se fogjuk tudni elérni. Jó? Tehát erre is figyeljünk oda, hogy ilyet ne nagyon csináljunk. És itt 27 darab double szivárog el, hát mondjuk néhány, mondjuk 100 valahány byte. Jó, ami nem tűnik nagy számnak, mondom, de hogyha sokszor hívjuk ezt az F függvényt, akkor ez így sok memóriát fog elszivárogtatni. Jó. Oké. Hát, jöhetne a kérdés, hogy hogyan kerüljük el. Hát most egy ilyen megoldás, hogy ne használjuk direkt be a new és a delete operátorokat. Hát, na jó, de azért ez esetenként nem elkerülhető. Figyeljünk oda, hogy mondjuk használjunk adatszerkezetet, vektor, ilyesmi, azok jól meg vannak írva, végig vannak gondolva. Ezt fogjuk egyébként most majd megcsinálni az elkezdendő 3 hétben. Esetenként használtunk garbage collector-t, még a C++-hoz is van ilyen garbage collector, nem beépítve, használhatunk, a Java-ban mondjuk alapértelmezetten benne van, az esetek nagy részében még jól is működik, de inkább azt mondom, hogy figyeljünk oda. Jó. Egyébként ilyen klasszikus állásinterjú kérdés szokott lenni, hogy egy kis forráskódot eléraknak az embernek, főleg ha C++ fejlesztő, nyilván ha PHP fejlesztőnek jelentkezik, akkor nem, de mondjuk C++ fejlesztőnek jelentkezik, és akkor az egyik ilyen szokott lenni, hogy elé tesznek egy ilyen kis forráskód csipetet, ahol van valamilyen new-val memória foglalva a FreeStore-ba, és akkor esetenként az a hiba, hogy delete-tel nem szabadítják fel a lefoglalt memória területet. Jó? És akkor ezt kell észrevenni. Na, hát ez egy ilyen viszonylag egyszerűbb állásinterjú kérdés szokott lenni. Jó? A lényeg, hogy tényleg figyeljünk oda, hogy hogyan használjuk a memóriánkat. Amit picit még esetleg zavart okozhat, hogy most pointer meg referencia között mi is a különbség, mi is az összefüggés. A referenciára gondoljatok úgy, mint egy automatikusan dereferenciált immutable pointer. Jó? Ha ezt tízszer egymás után gyorsan kimondjátok, akkor megjelenik valami szellem a fiókban. Nem, csak viccelek. Jó? Tehát gondoljunk úgy, hogy a referencia is olyasmi, mint egy pointer, csak automatikusan dereferenciáljuk. Jó? Ha a dereferenciára gyorsan most visszatekerek, ha megtalálom, így van, tehát ez erre gondolok. Jó? Tehát ez a dereferencia. Hát accessnek is hívjuk, ez egyébként a dereference pointer, amivel hozzá tudunk férni az értékhez. Na most képzeljétek el azt úgy, hogy a referencia ezt automatikusan megcsinálja nektek. Jó? Tehát nem kell vele foglalkoznotok. Igazából nem akarom most nagyon a káoszt azért növelni a fejekbe, tehát inkább maradhatunk annál, hogy a referencia az egy másik név ugyanarra az objektumra. Jó, ugye ezt inicializálni kell, és nem lehet átállítani. Az, hogy nem lehet átállítani, ezért mondjuk az, hogy immutable. Jó, tehát nem változhat az, hogy mire hivatkozik. És akkor pár ilyen példa, ugye, hogy itt van nekünk az, hogy készítünk egy sima integert, meg egy másik sima integert, és ennek a címét át tudjuk adni egy pointernek ezzel az és operátorral. Ezt is mindjárt meg fogjuk nézni. És akkor értéket úgy tudunk neki adni p-n keresztül, hogy csillag p legyen egyenlő 9. Jó? És akkor a csillag p azt mondja, hogy nem p-nek, mint pointernek az értékét változtatjuk, hanem a p által mutatott memória területen található értéket változtatjuk. Ki fogjuk próbálni ezeket. Akkor ugyanígy ez például átállítjuk a p-t egy másik objektumra. Tehát innentől kezdve a p pointer már y-ra fog mutatni, nem pedig x-re. Jó? Ezt megtehetjük, pointerekkel ez működik. Jó? Referenciáknál nem működik, itt ugye készítünk egy R nevű referenciát, amit rögtön leállítunk x-re.
Jó? Tehát ahogy emlékszünk, ahogy beszéltük is ezt, hogy R ugyanaz lesz, mint X, csak más néven. Jó? És ugye így akkor már simán X-en keresztül érjük el, tehát X egyenlő 10, nem kell ide a csillag. Jó? Tehát nem kell az, hogy csillag X. Jó? Elég az X. Viszont az R-t nem tudjuk átállítani, hogy innentől kezdve már ne X-re, hanem Y-ra mutasson. Ez az, amikor azt mondjuk, hogy a referencia immutable, tehát nem lehet átállítani, hogy másra hivatkozzon. Úgyhogy akkor készítsünk egy egyszerű integer változót, és adjunk neki értéket. Jó, hát ez eddig semmi különös. Most csináljunk egy olyat, hogy vegyünk fel egy pointert, ami erre az objektumra mutat. Amit ugye a csillaggal jelzünk, hogy ez egy integerre mutató pointer lesz, és kérjük el ennek a var változónak a címét, amit ezzel az és jellel tudunk megtenni. Jó, rendben van. Na, eddig semmi különös, igazából mindjárt megnézzük, de nézzük meg egy másik változót is, mondjuk legyen x egyenlő 17, ez is. És akkor állítsunk erre is egy pointert, mondjuk pi, teljesen mindegy, és akkor kérjük el az x változónak, x objektumnak a címét. Jó. Hát innentől kezdve pi az x-re fog mutatni. Így mondjuk. Jó. Rendben van. Na, nézzünk egy másikat, mondjuk ez legyen egy double típusú, igazából ez most mindegy, legyen 2,71 az értéke, és állítsunk erre is egy pointert, hát ebbe az esetben itt már egy double típusú pointert kell használnunk, hiszen double típusú elemre fogunk mutatni, és ugyanúgy kérjük el az így címét, mint az imént. Jó. Na de, írjuk már ki akkor ezeket, meg hogy hát hogyan is kell ezeket használni. És akkor csináljunk egy olyat, hogy írjuk ki pi-t, mégpedig úgy, opa, ezt tegyük már idézőjelbe, tehát írjuk ki egyrészt pi-t, megnézzük, hogy akkor mi történik, illetve írjuk ki azt, hogy mi van pi-be, kiteszem nagyba, tehát hogy mit tartalmaz pi. Azt pedig úgy tudjuk, hogy azt mondjuk, hogy csillag pi, tehát az access operátort használjuk, pontosabban a dereferencia operátort használjuk, amivel ugye elkérjük, hogy a pi által hivatkozott objektumnak mi az értéke. Jó. Hát nyomjunk egy kis copy-paste-et, és csináljunk meg ugyanezt pd-re is. Kés. És akkor nézzük meg, hogy mi történik. Oké, és futtassuk le. Na, hát lássuk akkor, mi történik. Ugye van nekünk két objektumunk, x és e. Az egyik egy sima integer, a másik egy sima double. Van egy-egy értéke, mondjuk 17, meg 2,71, itt most ebbe a konkrét esetbe. Mindegyikre ráállítunk egy-egy pointert. Ugye a pi az egy integer típusú pointer lesz, pd pedig egy double típusú pointer lesz. Mindkettőnek értékül adjuk az adott objektumnak a címét, ugye p-nek a x-nek a x objektumnak a memória címét, pd-nek pedig az e objektumnak a memória címét. És ez az, ami tökéletesen látható. Ugye mit írunk ki? Írjuk p-t meg pd-t. Ugye p és pd az egy-egy pointer, tehát memória címet tárolnak. Hát ez az, amit itt látunk. Ez az a memória cím. Jó, tehát tulajdonképpen a program futása során pontosabban az x objektum ezen a memória címen foglalt helyet. A program futása során a e objektum pedig ezen a memória címen foglalt helyet. Pontosabban ettől a memória címtől kezdődően foglalt helyet.
Ugye, mint mondtunk, azt mondtunk, hogy egy memória cím az egy byte-ot címez meg, tehát tulajdonképpen a memóriát nekünk byte-onként kell tudnunk megcímezni. Na de ugye tanultuk azt is, hogy az integer, hát a legtöbb rendszeren 4 byte-ot foglal, ez pedig a legelső byte-nak a memória címe, ahol éppen található. Jó? Double-öknél hasonlóan, csak ugye double az ugye 8 byte-ot foglal el, hát az én gépemben legalábbis mindenképpen, és itt ebben az esetben ez annak a 8 byte-os kis rekesznek a legeleje. Hát, vagy fordítva mutatom, na mindegy, jó? Tehát a 8 byte-os rekesznek a leges legeleje. Oké is. Jó, hát általában így szoktuk, látjuk, hogy ez egy egész szám, csak ugye hexadecimális, tehát a 16-os számrendszerbe, hát kérhetnénk binárisan, meg decimálisan, igazából teljesen mindegy. Jó, de látjuk, hogy ez egy egész szám, hát egy jó nagy szám egyébként, de hát ugye mondtuk, hogy byte-onként kell tudnunk megcímezni a memóriát, és ugye nekem 64 GB memóriám van, tehát jó nagy számokat fogunk itt látni. Oké, és na most ha ezt még egyszer lefuttatjuk, akkor látjuk azt, hogy nyilván teljesen más lesz, mert most máshol foglalt el azt a memória területet, ez a két objektum, ugye a X és az E. Jó. Hát máshol foglalt neki helyet az operációs rendszer, hát a programunk, maradjunk annyiba. Jó, rendben van. Oké is. Na, de nézzük egy kicsit tovább. Ugyanis, ez még önmagában azért nem biztos, hogy olyan érdekes. Módosítsuk az értékét, mondjuk PI-n keresztül, és mondjuk azt, hogy PI legyen innentől kezdve mondjuk 27, meg módosítsuk ennek az értékét is PD-n keresztül, az meg mondjuk legyen 3,14. Mert miért is ne? Jó. Írjuk ki újra, hogy mi történik. Lefordítjuk, lefuttatjuk, oké is. Na és látjuk azt, hogy ugye a tartalom itt változott, tehát először 17 volt az integerünk, aztán 27, ugye 2,71, majd 3,14. Ugye amit itt rögtön látunk, hogy a memória címe viszont nem változott, ugye? Tehát ha egyszer betettük a memóriába, az akkor ott van, hát miért változna a memória címe? Jó, tehát attól, hogy változtatjuk az értékét, attól még ugyanazon a memória címe marad. Jó, tehát a memória cím pontosabban az a rész a memóriába, tehát nem fogja átrakni máshol az objektumot. Miért tenne ilyet? Jó, tehát ez a double típusúnál is, tehát az E-nél is, illetve az X-nél is maradt ugyanaz. Jó, rendben van. Oké is. Na tudunk-e olyat csinálni, hogy mondjuk a PD-nek értékül adjuk a PI-t? Tudunk-e vajon ilyet csinálni? Próbáljuk ki. Na, mi történt? Ugye látjuk, hogy megint nem változott a memória cím, tehát az maradt ugyanaz. Ugye itt ezek az értékadások ugyanazok, mint az imént. Viszont itt ugye azt csináltuk, hogy a PD által mutatott memória területre bemásoltuk azt az értéket, amit a PI által mutatott memória terület reprezentál, tehát ami PI által mutatott memória területen van. Tehát a 27-et magyarul. Jó? És itt ez az érték, ez itt meg is jelent. Ugye ebbe az esetben ugye azt csináljuk, hogy egy double memória területre, egy double típusú memória területre másolunk be egy integer értéket, amit ugye hát emlékszünk, hogy az rendben van, azt megtehetjük, ugye nem jön létre ilyen narrowing cast, meg ilyesmi. Jó? Tehát ez rendben van. Oké is. Na nézzük tovább, tudunk-e itt még mit csinálni. Mondjuk próbáljuk meg azt, hát ennek nincs sok értelme, de nézzük meg, hogy ilyet nem nagyon tudunk csinálni. Tehát mondjuk adjuk integernek értékül a PI-t.
Jó. Hát ilyet nem tudunk csinálni. Ugye mondtam azt, tehát P az egy pointer, tehát egy memória cím. Jó? És ugye egész szám, de nem integer. Jó? Tehát láttuk az imént, hogy egy egész szám, de nem integer, és itt írja is nekünk, hogy egy invalid konverziót akarunk integer pointerről integerre. Jó? És ez nem megengedhető, tehát ez nem működik. Vannak speciális esetek, amikor ezt kikényszeríthetjük. Inkább fordítva szoktuk alapvetően, de azzal most nem igazán akarok foglalkozni, jó? Ezt tényleg csak azért villantottam föl, hogy szemléltetésképpen, hogy igen, a pointerek, illetve a memóriacímek azok egész számok, hiszen egyfajta sorszám a memóriában, de nem integerek. Jó? Tehát nem integerek. Oké. És emiatt ugye fordítva se fog működni, tehát hogyha azt akarom, hogy a p legyen 7, jó? Ugye ez se fog működni, mert hogy invalid konverziót akarunk itt most integerről integer pointerre. Jó? Ahogy mondtam, vannak nagyon-nagyon speciális esetek, amikor szeretnénk ilyet csinálni. Nagyon alacsony szintű programoknál mondjuk valami drivert akarunk írni valamilyen eszközhöz. Nagyon-nagyon ritka esetben csinálunk ilyet. Arra van ez a... Úgy gyorsan akartam mondani, hogy milyen kasztolás ez a... Na majd, ha eszembe jut, mondom. Tehát van rá módszer, de ilyet mi most nem fogunk csinálni, ezt garantálom nektek, jó? Mindegy, a lényeg az, hogy ez így nem működik. Jó? Oké is. Akkor a másik, amit még mindenképp meg akarok mutatni, hogy az sem működik, hogy egy bizonyos típusú pointert átállítunk, értékülünk egy más típusú pointernek. Jó? Mert igazából ezt se fogjuk tudni megtenni. Jó? Tehát, hogyha egyszer van egy pointerünk, amire azt mondjuk, hogy az egy integer típusú objektumra mutat, azt nem állíthatjuk át, hogy onnantól kezdve most már karakter típusúra mutat. Jó? Ez nagyon fontos. Pontosabban az, hogy tehát igen, nem tudunk pointereket konvertálni egymás között. Jó? Ha egyszer egy integerre akarunk mutatni, azt integer pointerrel tegyük, ha double-le, stb. Jó? Tehát figyeljünk oda a típusokra. Lépjünk egyel tovább, és akkor nézzük meg amit még itt mindenképp fontos lenne. Ez egyébként a tananyagban is ki van emelve, így külön nem tudom minek. Ez a size of operátor. Ugyanis ezeknek az objektumoknak a memória foglalását le tudjuk kérdezni. Tehát, hogy mennyi memóriát foglal konkrétan. Jó, úgyhogy most ezt fogjuk megnézni, mégpedig a size of nevű operátorral. Ez következik most. Nyomok egy kis copy-paste-et. Jó, tehát ezt fogjuk most megnézni. Hát először is nézzük meg, hogy mekkora az integerünk. Azért ez egy elég hasznos dolog tud lenni. Size of int is. És egész egyszerűen annyit mondunk, hogy size of int. És hát írjuk utána, mert ez byte-ba fogja nekünk megmondani. Tehát size of bytes. Jó, ugyanezt meg tudjuk tenni karakterre. Meg mondjuk tegyünk meg double-re is. Oké, na nézzük meg. Oké, futtassuk. Jó. Na hát itt rögtön látjuk, hogy hát nagyjából erre számítottunk. Itt kísérje nekünk, hogy az int mérete 4 byte, a karakter 1 byte, a double pedig 8 byte memória területet foglal nekünk. Jó. Na most, hát ezt átrakom már fölülre, hogy így méret szerint legyünk úgy nagyjából. Ugye, mondtam azt, hogy ugye a pointer is tulajdonképpen egy változó, ha úgy tetszik,
és az is egy valamilyen értéket tárol, konkrétan egy memória címnek az értékét tárolja. Nézzük már meg, hogy az mekkora. Mondjuk egy int csillag, hogy az hány bájtot foglal. Jó, le tudjuk kérdezni simán a size of az, hogy egy int pointer mennyi memória területet foglal. Na nézzük. 8 bájtot. Valami fura van itt. Jó, nézzük már meg a karakter pointert, hogy az mennyit foglal. Az is 8 bájtot. Feltételezem a double pointer is. Az is 8 bájtot. Na hát, miért történik ez? És picit visszautalnék, most beszélünk történelemről is, pedig történelem órát azt nem itt kéne tartani. Ugye, lehet, hogy már ti nem emlékeztek, de szerintem még azért használtatok régebbi oprendszereket. Ugye volt ez az időszak, amikor átálltak ez a 32 bitesről a 64 bites oprendszerekre. Ugye? Meg így az egész ilyen architekturális csere, úgymond, vagy hát ez a tovább lépés. Ugye, nem tudom, hogy emlékeztek-e arra, hogy mi volt a 32 bites operációs rendszereknek a legnagyobb problémája, és hogy milyen tényezőket limitált egy 32 bites oprendszer. Esetleg emlékeztek-e erre? Hát, ha valaki a chatbe tudja, így be tudja dobni. Miért volt érdekes áttérni a 64 bites oprendszerekre? Persze, Markboy, hogy ne lehetne. Hogy ne lehetne. Hát igen, RAM kezelés miatt, de konkrétan milyen problémák okozott a memória kezelés? Milyen limitációkat szabott a 32 bites oprendszer? Így van, Reflex bedobta. Tökéletes, tökéletes. Hogy azok az operációs rendszerek csak 4 GB RAM-ot tudtak kezelni. Hát annál picivel kevesebbet, de ebbe most nem menjünk bele. Tehát csak 4 GB RAM-ot tudtak megcímezni, hiszen 2 a 32. ennek annyi az értéke. Így van, meg Dufesz is mondja, hogy nem futott rajta Minecraft rendesen. Mert az több mint 4 GB RAM-ot, mert ugye a Chrome se futott rendesen, mert az is több mint 4 GB RAM-ot fogyaszt. Jó, de félretéve a tréfát, ugye 2.32-en az megáll olyan 4 giga környékén valahol, és egész egyszerűen nem tudtak több memóriát megcímezni. Pontosan azért, mert a pointernek a mérete az nem tudott 4 byte-nál nagyobb lenni. Jó. És ezért volt érdekes a váltás, ezért volt fontos a váltás, és hát nyilván elkerülhetetlen, hogy 64 bitre, tehát 8 bájtra tudjunk memóriát címezni, hiszen akkor még mind a mai napig nem lehetne 4 GB-nál több memóriánk. Jó? Aztán hát 4 GB memóriánál semmire nem elég, már nagyon 8 se. És ugye nyilván ez indukálta azt a kényszert, hogy igenis váltani kell. És hát ez a váltás meg is történt. Nyilván itt a chipgyártóknak is azért volt ezzel feladata, meg sok más egyéb, de ezért használunk 64 bites rendszereket. Ugye, hát 2.64-ennel ott már azért elég sok memóriát meg fogunk tudni címezni. Én nem gondolnám azt, hogy ez a közeljövőben problémát okozhat, de jósolni nem akarok. Ezzel a size of operátorral le tudjuk kérdezni azt, hogy
az objektumaink mekkora memóriát foglalnak, és ez nem csak beépített típusokra, hanem ez majd működni fog user-defined típusokra is, de ott majd azért rávilágítunk arra, hogy mire kell odafigyelni. Jó, rendben van. Viszont lépjünk tovább, és akkor nézzük meg a FreeStore használatát, illetve nézzünk arra egy-két példát, hogy hogyan is használjuk a FreeStore-t. Hát ezt most elmentem így, FreeStore, és kitöröm ezeket a size-of-os dolgokat. Jó. És akkor kezdjünk el foglalkozni tényleg a szabadtárral is, hiszen ez egy elég fontos része a tananyagnak. Jó. Na, először is foglaljunk helyet egy double-nek, mondjuk legyen a pointer neve A, és foglaljunk a FreeStore-ba memóriát. Hát ezzel lefoglaltunk egy double-t, semmi különös. Foglaljunk egy másikat, mondjuk ez legyen B, és akkor ezt inicializáljuk nullára. Hát így akkor ennek az értéke nulla lesz. Jó, rendben van. Írjuk is ki, mondjuk írjuk ki, hát simán csak A-t, meg írjuk ki B-t. Jó. Hát most a memória címeket már nem írnám ki. Igazából ugyanolyan nagy hexadecimális számot kapunk, tehát A-nak és B-nek az értékét már nem írnám ki, hanem inkább azokat, amire A és amire B mutat. Jó. Na de nézzük meg. Jó, hát mindkettő nulla. Hát igen, ez az, amit mondtam, hogy azért intelligensebb fordítók inicializálnak. Így van. Megteszi helyettünk. De azért, ahogy mondtam, ne várjuk el feltétlenül a fordítónktól, mert emlékeim szerint, tehát még van olyan fordító szerintem macOS-en, de ezt ki kéne próbálnom, hogy ez hogy van. Emlékeim szerint a Clang, úgymond, az még nem inicializál, de nem biztos. Jó? A lényeg, hogy adjunk kezdőértéket a változóknak, de ez alap. Jó? Tehát ez eddig is alap volt, ezután is alap lesz. Jó? Hát látjuk azt, hogy foglaltunk a FreeStore-ba helyet. Ugye pointerek megvannak, ugye az A és a B, és ezeken keresztül tudunk hivatkozni ezekre az elemekre. Jó, ezekre az objektumokra, bocsánat. Na, és akkor csináljunk egy olyat, hogy foglaljunk helyet több elemnek, mondjuk itt most négy darab double-nek foglaljunk helyet, és hát ezt a szokott módon be tudjuk járni. Szokott módon be tudjuk járni, és mondjuk írjuk ki ezeket az értékeket. Jó, hát ezt azért már megszoktuk. Nagyjából ez hasonlóan működik, mint amit a vektornál is csinálunk. Tehát, hogy C-nek az i-edik elemét, csak itt ugye ez most nem vektor, hanem egy négy elemű double tömb lesz. Jó, és azoknak az elemeit hasonlóan tudjuk bejárni. Természetesen majd meg fogjuk nézni, ez a vektornál hogy működik, el fogjuk ezt most készíteni. Hát nem most, hanem majd valószínű jövő héten. Jó, nézzük meg újra. Oké, és hát itt már rengeteg nullánk van. Látjuk, hogy akkor ezek is nulla értéket vesznek föl. De ismétlem, ez alapesetben nincs inicializálva. Jó, valószínű itt a G++ az, ami ezt nekünk elvégzi. Ne várjuk el a fordítónktól azt feltétel nélkül, hogy ezt megcsinálja. Jó, rendben van. Oké, és ugyanezt meg tudjuk csinálni integerre is. Lefoglalunk egy négy elemű intömböt, és ugyanígy be tudjuk járni. Hát itt megint segítségül hívom a copypastát, mert az mindig egy jó dolog. Ne így legyen már, hanem mondjuk D, mert akkor az így nem tudom ciklus változónak használni. És ugye akkor ezt is lefuttatjuk, és egyre több és több nullánk van. Nagyon jó, rendben van.
Jó, oké is. Jó. Természetesen megvan az a lehetőségünk, hogy kérjünk egy elemet is. Tehát nem kell így for ciklussal, tehát nyilván tudunk itt mondjuk a kettes számú elemére hivatkozni, ami tudjuk, hogy ugye a harmadik elem. Nyilván ezt is meg tudjuk tenni. Jó, és akkor itt megint kiír egy nullát, hát gondolom valamelyik nulla itt a sok közül az lesz. Jó, okés. Na. Amit még tudunk tenni, hogy nyilván tudunk így kezdőértéket is adni. Tehát tudunk olyat csinálni, hogy ugyanígy new-val foglalunk helyet, mondjuk legyen 4 darab double-nek, és tudjuk azt csinálni, hogy hasonlóan a vektorhoz, így kapcsolt zárójelek között tudunk kezdőértéket adni a tömbünknek. Jó. És akkor ezzel ez a 4 elemű double tömb ezeket az értékeket fogja fölvenni. Hát na de nézzük meg, mert az, hogy én azt mondom, azt senki nem hiszi el. Ugye próbáljuk is ki. És így is van, és itt vannak ezek az értékek, amiket mi beállítottunk. Jó. Hát emlékeim szerint ide lehet egyenlőségjelet is tenni, szerintem így is működik. Hát vagy nem? Akkor rosszul emlékeztem. De miért nem működik? Így. Hát akkor lehet, hogy így nem működik. Nem, nem, ahol persze, hát hogy működne, hát itt van az egyenlőséggel. Nem, ez majd a sima tömböknél fog működni, elnézést. Jó, 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 jó. Bocsánat, este van már. Vagy mi? Jó, oké is. Igen, az a sima tömböknél lesz majd. Rendben van. Na, de a lényeg, hogy így tudunk kezdőértéket adni. Oké is. És úgy nagyjából hirtelen ennyi, amit így ezzel kapcsán, ennek kapcsán lehet mutatni. Na most, amire figyeljünk, és arra nagyon figyeljünk, hogy ha így használjuk, ugye amit mondtam, hogy nincsen range check. Tehát, mondjuk tudunk olyat csinálni, hogy írjuk ki mondjuk e századik elemét. Nézzük meg, mi történik. Program lefordul, és lefut. Hát ez nem valami jó. És tudunk olyat csinálni, hogy írjuk ki mondjuk e-nek a mínusz hetedik elemét. Szerintem ilyet is tudunk. És megint kiír valamit. Ugye ez miért baj? Lefordul és lefut. Semmi hibát nem jelez nekünk. Tehát simán tudunk olyat csinálni, tehát el tudjuk követni azt a hibát, ami ugye klasszikus hiba. Ugye amikor azt mondjuk, hogy kisebb egyenlő 4, lefordul és le is fut. Jó, és szerintem itt még a VO-val se segít. Egyáltalán nem írja a hibát. Jó, fogunk majd beszélni arról, hogy ez pontosan mit jelent, hogy mi történik ilyenkor. Ami itt most nekünk lényeg, hogy nincsen range check. Tehát nem ellenőrzi le azt, hogy van-e ilyen elem az E tömbben. Van-e 101. elem, vagy van-e mínusz 6. elem, hát mínusz 7-es sorszámú elem. Tehát nem ellenőrzi le. Egész egyszerűen végrehajtja. Jó? Az, hogy hogyan hajtja végre, erről majd valószínűleg jövő héten fogunk beszélni. Most még nem olyan érdekes. A lényeg, hogy figyeljünk oda. Tehát ebben az esetben nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan indexeljük az elemeinket. Jó. Ami még itt nekünk esetleg érdekes lehet, hogy ilyen pointert tudunk nullára is állítani. Mondjuk így, hogy legyen egy double pointerünk, mondjuk P0 legyen a neve, és tudunk ilyet csinálni, hogy null pointerre állítjuk. Jó?
Oké, és na most ez miért érdekes nekünk? Előfordulhat az, hogy a pointereinket még nem akarjuk használni, de a nevet már be akarjuk vezetni, illetve a pointerünket ki akarjuk nullázni. Vagy azért, mert az általa hivatkozott memória területet átadtuk valaki másnak, aki majd kezeli, vagy valami hasonló. Jó? Később erre is rávilágítunk, hogy ez miért érdekes. Most legyen annyi elég, hogy így nullára tudjuk úgymond állítani a pointerünket, és ebben az esetben ez a P0 nem mutat sehova. Jó? Tehát egy úgynevezett null pointer. És ezeket tudjuk tesztelni, tehát tudunk olyat nézni, hogy meg tudjuk nézni azt, hogy a P0 az null pointere. Jó? Hát ez egy hasznos dolog, későbbiekben majd ez elő fog jönni. Későbbiekben ez elő fog majd jönni. De mondom, tudunk ilyet is csinálni. Jó, és akkor ezt tudjuk ellenőrizni, és akkor kírja, hogy a P0 az null pointer. Jó, rendben van. Na, és akkor most egy keresztkérdés. Mi az, amit elfelejtettem? Ahogy írtam a programot. Mi az, amit mondtam, hogy mindenképp csináljunk, és én meg nem csináltam? Tökéletes, tökéletes. Ej, tuba. Hidratáljak? Hidratálok. Köszönöm. Mindenképp jó, hogy szólsz. Így van, elfelejtettem törölni. Jó? Hát nem volt delete. Így van. Tehát látjuk, hogy itt a FreeStore-ba foglaltam memóriát. Itt egy double-nek, itt még egy double-nek, itt négy double-nek, itt négy integernek, meg itt még négy double-nek. És ezt elfelejtettem felszabadítani. Jó. Na most, így van Ninja Raccoon, ezért van 64 GB, hát minek? Jó. Na most, van egy eszköz, amivel ezt tudjátok ellenőrizni, hogy van-e esetleg valami probléma a memóriával. Pillancsunk rá erre. Jó. Ez egy külső program, telepítenetek kell, az a neve, hogy Wallgrind. Jó? És tudjátok ellenőrizni, annyit kell csinálnotok csak, hogy amikor futtatjátok a programot, így elírjátok, hogy Wallgrind, ilyenkor az történik, hogy a Wallgrind program, nyilván a Wallgrindot futtatjátok, és az fogja majd elindítani nekünk azt a programot, amit ellenőrizni kell, jelen esetben a FreeStore nevű programot. Hát indítsuk el. Oké, és fú, hát itt... Itt amúgy egész komoly hibák is vannak, amik meglepő, de mondjuk várható is. De miért ír ilyen hibákat? Ja jó, oké, megbeszéljük majd, megbeszéljük majd. Jó, tehát ki nekünk rengeteg-rengeteg hibát. Ugye a program lefut, tehát kiírja itt nekünk, amit kell. Ugye a sok-sok hiba mellett. Tulajdonképpen ez itt elemzi nekünk, hogy mi történik a memóriába, hogy a programunk mit csinál a memóriába. Jó? Illetve, hogy hogyan használja a memóriát. Ami itt nekünk most lényeges és fontos, az itt van a végén tulajdonképpen. Egyrészt itt van nekünk ez a heap summary. Ugye mondtam azt, hogy a FreeStore-nak a leánykori neve a heap. És ugye azt látjuk itt, hogy használ kilépéskor 96 byte-unk volt használatban. Hát az, hogy 5 blokkban, az most nem olyan érdekes. Itt mondja nekünk a heap használatát, hogy volt 7 allokáció, vagy más szóval memóriafoglalás, illetve 2 felszabadítás, és összesen 73.000 bájtot allokáltunk. 73 kilobájtot allokáltunk. Picit sokallom, de majd mindjárt utána számolunk. Jó. És akkor amit ír nekünk, hogy itt van egy ilyen leak summary, tehát
a szivárgásnak ilyen összegzése, és ez azt mondja nekünk, hogy határozottan elveszett 96 bájtunk. Tehát 96 bájt memória szivárgott el a program futása során. Jó. És itt még ír nekünk ilyen error summary-t, hogy 100 error. Oké. Hát igen. Na most, hol van ez ahhoz képest, amikor csak simán lefordítottuk, meg lefuttattuk, és semmiféle hibát nem ért ki. Jó. Ezért mondom azt, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a memóriát hogyan használjuk, de ez a Wargrind egy tényleg egy nagyon hasznos eszköz erre. Na most, azért leak summary, és azt írja, hogy 96 byte. Hát ennek azért nézzünk már ennek azért nézzünk már utána, hogy is jöhetett ez össze. Szóval, hogy nem szabadítottuk fel ezt, meg ezt. Ugye ez már 2x8, ez 16 byte, illetve nem szabadítottuk fel ezt, ami 32 byte, az akkor mennyi? Az 48, ugye? 32 meg 16, az 48. Ugye itt nem szabadult fel 4x4, az 16 byte, ami 64, meg még 32, ami 96. Hát csak jól mondja akkor. Jó? Ugye, tehát ezek azok, amiket nem szabadítottunk fel. Na hát mit kell csinálni? Hát szabadítsuk fel, nagyon egyszerű. Ugye egyrészt mondjuk azt, hogy delete A, delete B, akkor legyen egy delete a C-re, legyen egy a D-re, illetve kell egy az erre is. Remélhetőleg. Jó. Na, és akkor ugye mi a különbség a kettő között? Mert ugye látjátok, hogy ez a kapcsolyzárójeles dolog, ez egyszer itt van, egyszer nincs itt. Hogyha egy objektunk van, akkor így simán, hogyha ilyen tömbszerűen foglaltuk a memóriát, akkor pedig kell a szögletes. Jó, látjuk, hogy az A és a B az csak egy-egy darab elem. Itt ugye a zárójelt ne keverjük, tehát ez sima zárójel, itt csak inicializáljuk, tehát adunk neki egy kezdőértéket. Ugye C viszont már ilyen szögletes zárójelben, tehát itt négy darabot foglalunk le. Jó, és emiatt kell a delete-nél is ugye a szögletes zárójel. Jó. Rendben van. Na nézzük meg, hogy most mit ír a program. Jó, hát simán lefut. Reméljük, hogy a... Hát igen, a Wargrind még mindig ír hibát. Ezeket majd mindjárt kijavítjuk. Mert itt szerintem azt reklamálja, hogy nincs inicializálva az érték. Sőt, biztosan. Így van. Látjuk, hogy... hogy itt végig az uninitialized value-t reklamálja. De mindjárt kijavítjuk ezeket. Jó. Ami itt nekünk fontos, hogy itt van nekünk a heap summary, és itt írja nekünk, hogy kilépéskor 0 byte-ot használtunk 0 blokkban. Ez eddig bizakodásra ad okot. És itt írja a teljes heap használatot, azt írja, hogy volt 7 allokáció és 7 felszabadítás. Hát ez akkor tökéletes, mert pontosan ezt szerettük volna elérni, és ami mondat még nagyon fontos, hogy all heap blocks were freed. Tehát minden egyes heap blokkot felszabadítottunk, és no leaks are possible, tehát nem lehetséges, hogy szivárgás történt. Hát ez volt a célunk. Jó. Viszont nézzünk még már erre a kiírásra, mert szerintem itt a kiírással vannak gondjai. Ugye ezt itt, ezeket itt töröljük már ki, ezeket a kiírásokat. És ezt is. Tehát tényleg csak a foglalás meg a felszabadítás maradjon. Meg itt a legvégén ezek. Ja, ez mondjuk maradhat, mert ezt inicializáljuk pont. Jó, nézzük meg. Na,
így akkor már rendben is vagyunk. Valóban ez volt a gondja, hogy úgy használtuk a... úgy kértük el az értékeket, tehát úgy írtuk ki az értékeket itt, például C-nél, hogy nem volt inicializálva ez a memória terület. Jó. És akkor ugye, amit látunk, az az, hogy most már itt tényleg egybe látjuk, ugye elindul a programunk, és hát itt ugye kiírja, tehát lefut a program, tehát kiírja azokat, amit ki kell írnia. Itt tényleg elindítunk valami bármi más programot, a számológépet, vagy akármi mást, akkor nyilván itt tudjuk használni, de itt amikor a programunk véget ér, akkor kiírja nekünk a memória használatot. Jó? És tényleg amit látunk, hogy itt a heap summary-be, hogy mindent felszabadítottunk, illetve hogy nincs memória használat kilépéskor, itt ugye az, hogy minden felszabadítottunk, és hogy nem lehetséges memória szivárgás. Jó, esetleg még annyit visszateszek, hogy tényleg csak lássuk, hogy úgy önmagában hogy néz ki, mert az a rengeteg hiba üzenet az nem feltétlenül kéne, hogy megjelenjen. Oké, okay. Hát ez ilyen unused variable, ez nem olyan érdekes, hanem mi történik akkor, hogyha 2 byte-ot elszivárogtatunk. Itt ugye annyit csináltam, hogy nem szabadítottuk föl az A és a B által mutatott vagy hivatkozott memória részeket. Ez ugye 2x8, tehát 16 byte-nak kéne elszivárogni, és itt látjuk is a végén, hogy itt bizony 16 byte-unk szivárgott el. Jó, tehát kijön a matek. Egyébként volt 7 allokáció és 5 felszabadítás, tehát az a 2 felszabadítás hiányzik, amit ott kommentbe tettünk. Jó. Oké, és ránézek a jegyzeteimre. Alapvetően első körben ez lenne a free store. És akkor még megnéznénk ezt a függvényes részt is. És akkor még mielőtt jönnének a kérdések, azelőtt akkor nézzünk már arra is, hogy az ott hogy néz ki. Hát ezt elmentem most új néven, és akkor ezt itt kitörlöm. Csak hogy azt a kis függvényes példát, amit néztünk prezentációban, azt le tudjuk már csekkolni Wallgrind-dal is. Tehát valami ilyesmi volt, hogy volt egy függvényünk, ami egy double pointerrel tért vissza, és 2 paramétere volt, egy result size, illetve volt egy max, és ugye a 2 tömnek a mérete, amit lefoglaltunk a memóriába, az így nézett, tehát ilyen méreteket vett föl. New double, és ha jól emlékszem, ez volt a max méretű talán. A másik pedig volt a ez a result size. Így van. És akkor ugye úgy volt, hogy hát itt volt valami kalkuláció, most teljesen mindegy, hogy mi, és végén visszaadta a rizátot. Igen. És itt pedig ugye ezt a pointert itt elkaptuk, vagy hát ez lett a, ide tároltuk el a kalknak a visszatérési értékét. Tehát, és ugye itt hívtuk a kalk függvényt, ugye hát talán 200-ra meg 100-ra, emlékeim szerint. Jó? Tehát ugye még egyszer mit csinálunk, ugye itt elindul a program, hívja a kalk függvényt 200-ra meg 100-ra. Ugye ez a szokott módon ez a 200 meg a 100 itt megjelenik, és itt első lépésben lefoglalunk 100 darab double-nek memóriát, a második lépésben pedig 200 darab double-nek memóriát. Most ezt a 100 elemű double-t tömböt, ugye a new operátor lefoglalja a free store-ba, majd a pointerét, tehát a memória címét, a kezdő memória címet értékül adja P-nek. Jó? Tehát egy P egy memória cím lesz, ami arra a memória területre mutat, amit itt lefoglaltunk. Hasonló módon lesz a result is, itt lefoglal a new operátor 200 darab double-nek memóriát a free store-ba, majd a
arra, annak a memória címet, ahol ezt lefoglaltuk, a operátor visszaadja, és eltároljuk a result-ba. Jó? Tehát a result erre a 200 elemű tömb, double tömbre fog mutatni. Na most itt csinálunk valamit, teljesen mindegy, hogy mit, és visszaadjuk a result-ot, ami egy pointer, tehát visszaadjuk ezt a memória címet. Jó? Tehát ezt, konkrétan ezt a memória címet. Jó? Ez a memória címét meg fog jelenni, és ezt értékül adjuk R-nek, megtehetjük, hiszen ez is egy double pointer, tehát innentől kezdve R, az tulajdonképpen erre a tömbre fog mutatni, amit itt lefoglaltunk. Jó? Tehát abba a free store-beli memória területre. Jó. Na most, ami itt még történik, az az, hogy ugye itt P és a result, az két lokális változó, tehát ugye attól, hogy ezek valamilyen memória területre mutatnak a free store-ba, P és a result ugyanolyan változó, mint bármi más. Annyi különbséggel, hogy ezek pointerek, tehát valamilyen memória címet fognak tárolni, tehát valamilyen olyan nagy egész szám fog ott tárolódni. De ettől függetlenül a P és a result lokális változók. Na most, amikor itt visszatérünk a függvénnyel, ugye itt tulajdonképpen a scope-nak a végére érünk, és a scope-nak a végén a P és a result úgymond eltűnik a memóriából, ha úgy tetszik, viszont csak P és result. Tehát az általuk mutatott memória terület az ott fog maradni. Na most ez a result-nál nem olyan nagy probléma, hiszen azt itt átadjuk az R-nek, viszont ugye a P által korábban mutatott, és ez a 100 elemű double tömb, ez benne fog maradni a memóriában. Jó? És ez probléma. Na de próbáljuk ki. Nézzük meg. Hát FreeStore 2, ugye? Igen. FreeStore 2. Oké is. Na most itt jelez nekünk ilyen unused variable hibákat, de ezzel most ne foglalkozzunk, ezt azért jelzi, mert se P-t, se R-t nem használjuk semmire, csak létrehoztuk. Jó? Ezzel most ne foglalkozzunk, inkább futtassuk le. FreeStore 2. A program lefut, mintha mi se történt volna, viszont pillancsunk már rá Wallgrind-dal, hogy mond-e valamit, és bizony mond valamit, kiteszem nagyba, hogy a nagy fejemtől is látszódjon. Itt látjuk azt, hogy ugye lefut a program, és itt írja nekünk, hogy a heap summary kilépéskor 2400 byte 2 blokkban. Hát, számoljunk már ennek utána, hogy ez helyese. Ugye itt volt egy 100 elemű, itt meg egy 200 elemű double tömbünk, az 300 elem. 3x8 az 22400 byte. És 2400 byte-ot is ír. Jó? Tehát látjuk, hogy nem szabadítottuk fel a memóriát. Hát mit kell tennünk? Szabadítsuk fel, ahogy beszéltük is ugye a prezentációba. Egyrészt ugye itt mielőtt visszatérünk, mondjunk egy olyat, hogy delete P. Itt pedig mielőtt ugye kilépnénk a mainből, tehát véget érne a program, mondjuk azt, hogy bocsánat, hogy delete R. Oké is. De próbáljuk ki, hogy jó-e. Opa, nem ezt akartam, hanem előbb lefordítani, és utána futtassuk Wallgrind-dal. Így van, tökéletes. Inuse in exit 0 byte 0 blokkban, teljes heap használat 3 allokáció volt és 3 felszabadítás, és minden heap blokkunk felszabadult, nem lehetséges szivárgás. Jó, rendben van. Ami fontos tényleg itt az, hogy akkor használjuk jól, hogyha ezt látjuk, illetve általában ezt használjuk, ezt látjuk. Jó. Hol is vagyunk? Igen, itt vagyunk. Jó. Na most, ugye látjuk azt, hogy ugye itt nem azt mondjuk nyilván, hogy double result, ez csak egy ilyen kis apró megjegyzés. Nyilván azért, mert a result-t itt nem látjuk. Jó. Ezt
tényleg csak ilyen triviális dolog, tehát itt a rizátot hiába akarnánk, a rizát ott már nem látszódik. Jó? Ezért mondjuk azt, hogy az R-et szabadítsuk föl, mert az R az, ami itt látszódik. Tehát itt R-en keresztül hivatkozunk arra a memória területre. Jó. Rendben van. Jó. Kérdéseket dobjuk be. Hát sőt, lehet, hogy mára szerintem jó is volt. Így elég is volt. Én úgy gondolom. Úgyhogy akkor, ahogy az ilyenkor lenni szokott, én bára ennyit gondoltam. Úgyhogy akkor köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket.